egy hét, ami a szépkorúakról szól. Tatabáros önkormányzata, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT, valamint a városi nyugdíjas klubok az idén is megszervezték az idősek hetét. Egész héten kiváló programokkal várják Tata nyugdíjasait. Az idősek hetét hivatalosan Robozné Schönfeld Zsuzsanna, humán és ügyrendi bizottság elnöke nyitotta meg. Mint ahogyan már évek óta megrendezésre kerül városunkban az idősek hete, ezzel is jelezve azt, hogy mennyire fontosak a számunkra, vagyis hogy a mindennapjainkat hogyan egészíti ki az a közösség, akik a város közel egyötödét alkotják. Az idősek vitathatók, hogy hány éves kortól mondunk valakit idősnek, de mi azt gondoljuk, hogy akik már nyugdíjba vonultak, és azok is, akik fognak hamarosan, ebben a korosztályban vannak, igen nagy figyelmet igényelnek. Éppen ezért az idősek hete rendezvénysorozattal is szeretnénk egy kicsit erkölcsileg támogatni az ő létüket, az ő mindennapjaikat. Köztudott, hogy a nemzeti idősügyi stratégiában is központi helyet foglal el az a kérdés, hogy mennyire tudjuk megbecsülni az idősebb korosztályt, mennyire tudjuk az intergenerációs kapcsolatokban átadni a felnövekvő nemzedéknek azokat az ismereteket, tudást, amit ők birtokolnak. És én azt gondolom, hogy ez a hét egy kicsit az ő megnyilvánulásuk is, hiszen be is mutatkoznak egymásnak, a városnak, az érdeklődőknek, és egy kicsit az a hét is, amikor végre találkozhatnak, egy kicsit közösséget alkothatnak, hiszen a mindennapokban elmennek egymás mellett, nagyon sokszor a klubok is kevés alkalom nyílik arra, hogy találkozhassanak. Ez most egy olyan centrális hét, amivel azt gondoljuk, hogy egy kicsit a szemléletformálásukba is be tudunk lépni, hogy úgy mondjam, találkozhatunk mi is velük, városvezetők, meghallgathatjuk őket egy kicsit, problémáikról elbeszélgethetünk, illetve talán a szociális háttér segítésével, támogatásával, szociális alapintézménynek a bevonásával olyan segítő, támogató intézkedéseket tudunk elindítani vagy folytatni, amik már a városban rendelkezésre állnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés az idős ügy, az idősek kérdésköre. Mint ahogy mondtam, egyötöde a városnak, és a diákok is egyötöde a városnak, úgyhogy ez egy két olyan réteg, akiknek muszáj találkozniuk, sőt, én azt gondolom, hogy minden korosztálynak illik, és tudniuk kell találkozni, és közös nevezőre jutni kérdéskörökben. Tatán kettő nyugdíjas klub működik, az egyik a Városi Nyugdíjas Klub Kunimre vezetésével, a második pedig Sárközi József vezetésével a Katonák között működő idősek klubja, nyugdíjas klub. És természetesen működnek azok az intézményhálózataink is, amivel próbáljuk őket segíteni, az idősek napközi otthonai, aztán a szociális alapellátó intézményben szintén az újonnan nem olyan régen megindított klubok, működtető programok, rendezvények. Ezzel is igyekszünk őket segíteni, támogatni, mert nagyon sok idős egyedül él, és nekünk azokra is figyelnünk kell, úgyhogy egyrészt egy csatorna is, hiszen ez az alkalom arra is példát ad, hogy mennyire tudunk róluk gondoskodni, mennyire tudjuk, hogy egyáltalán léteznek a városban, a szomszédoktól, az ismerősöktől, a barátoktól, mennyire mernek minket felkeresni a városban, mennyire merik elmondani a problémáikat, és én azt gondolom, hogy eddig mindig orvosoltunk, amit csak lehetett, igyekszünk most is ezt tenni a bizottságokkal, természetesen a testület minden tagjával, polgármester úrral az élen. Az önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet az idősek ügyeire. A megnyitón Mihály József polgármester is köszöntötte a jelenlévőket. Minden településnek a két szélső korosztálya a középső derékhad által talán a legjobban tisztelt két korosztály, a gyerekek és az idősek. Nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két közösségről folyamatosan nem csak, hogy megemlékezzünk, hanem az életüket segítve és az életük támogatásaként ott legyen a város is. Így vagyunk természetesen az idősekkel is, és éppen ezért az év folyamán nagyon sok olyan rendezvényt, olyan programot szervezünk, amivel egy kicsit az idősek életét segíteni szeretnénk. Kiemelten ilyen az idősek hete, amikor arra gondolunk, hogy szeretnénk mi is öregek lenni, és ha öregek lehetünk majd, akkor az milyennek szeretnénk látni, mi lenne jó, ha akkor velünk történhetne, vagy ahogy figyelnének ránk. A napokban történt, vagy futott Tatán a civil hét, és azt gondolom, hogy azzal összefüggésben külön kiemelhetjük, hogy a Városi Nyugdíjas Klub egy olyan kiemelkedő tevékenységet, civil tevékenységet folytat a városban, amivel nagyon sok terhet is levesz a város válláról, hiszen önmaguk
önszerveződő módon adnak programot, adnak közösséget, együttélési lehetőséget az idős korosztálynak, ami a természete is ennek a fajta gondoskodásnak, hiszen az öngondoskodás nélkül nincs közösségi gondoskodás sem. Elsősorban mindannyian önmagunkról gondoskodunk, a saját családunkról, és nagyon fontos, hogy a családban élő fiatalok az idősekkel szemben is így viseltessenek, hogy odafigyeljenek rájuk, elsősorban ők legyenek a gondoskodók az idősekről a családban. Aztán, ha valakinek nincs hozzátartozója, akkor jön a város, akkor jön a szociális területnek a besegítése, de mind a kettőnél folyamatosan ott van az az öngondoskodó, közösségépítő tevékenység, amit például a Nyugdíjas Klub is Tatán kiválóan végez, nagy-nagy köszönet nekik is, és mindenkinek, aki most ebben az idősek hetében bármi kicsivel is segíti ezt a szép alkalmat. Az idősek hete remek alkalom arra, hogy a városban működő különféle nyugdíjas klubok tagjai találkozzanak és megismerjék egymást, valamint egymás tevékenységét. Tataváros lakosságának mintegy egyötöd részét teszik ki a nyugdíjasok. Közülük sokan tagjai valamelyik nyugdíjas klubnak, sőt, vannak olyan szépkorúak is, akik több közösséghez is tartoznak egyszerre. Én a kezdetektől fogva már a kertvárosi klub tagja vagyok. Először csak mint pártoló tag, de később aztán beléptem én is közéjük. El tudom mondani, hogy több mindent csinálnak, nagyon aktívak a vezetők. Ezen belül olyan dolgokat is beiktatnak, ami egy kicsit megkönnyíti az embereknek a mindennapjait. Talán arról beszélnék, hogy ezzel a számmal, amivel most felléptünk, ezzel a Győri Ki mit tudon is részt vettünk, harmadik helyezettek lettünk, aminek nagyon örültünk, mert még kezdeti stádiumban volt ez a tanulási időszak. Mondhatnám azt, hogy elég sok mindent tanítanak, és aktívan részt vesznek az ottani vezetők mindenbe. Több olyan dolgot is betanítottak már az ottaniaknak, ami nagyon színessé tette az életüket. Nagyon aktívan részt veszünk a különböző megnyilvánulásokon.
össze, hétfői napokon ének karban, énekarnak is tagja vagyok, majd utána ilyen programok vannak, amit a főnökünk, a klubvezetőnk Kun Imre tart, elég sokan ott is ott vagyunk, majdnem teltházon a kis teremben, hát így élünk mi, 260 körül van a klub tagsága, hát akik tudnak ilyen nagy ünnepségeken, összejöveteleken is. Most is elég sokan összejöttünk, ugyanis az idősek hete van, mi kezdtük meg az énekkar az idősek hetét, és utána bent vagyok egy másik klubba, a Kertvárosi Családsegítő Klubba, ott meg táncoltunk. Többen vagyunk ebből a csoportból is ott, 4-5-en, és ilyen aktív életet élünk, mint idősek. Miért jó ez az idősek hete programsorozat? Nagyon sok programsorozatunk van. Ugye ez az első nap, utána megyünk kisvonatozni le a Fényesre, ott megnézik azokat a kis látványosságokat, amit ugye csak ilyenkor lehet ingyenesen. Egyébként elég drágák ezek a programok, hanem ennek a keretében van. És különböző hajókázások, városi séták, ezek vannak. Nyugdíjasok egyébként mennyire összetartóak itt a városban? Hát én úgy érzem, hogy igazán összetartó segítőkészek vagyunk egymás iránt is, minden. Segítsük egymás programok kiosztásában ugyanis. Van egy a klubon belül 8-10 bizalmi, aki ugye az egészet összefogja, az egész 260 főt, és azon belül kiadjuk a programokat, megbeszéljük, hogy el tud-e jönni, nem tud-e, hanem úgy nem tud eljönni, hogy egyedül segítsük. Úgyhogy jövünk velük. Ez egy kis közösség, az éneklés feldob minket, összehoz. Közben az, hogy Honvéd Bajtársi Klub, sok katona, nyugdíjas katona van, és ez egy hagyományőrzés. Katonadalokat most is katonadalokkal készültünk, és sok helyen ezt már előadtuk. Múlt héten voltunk Szőgyénbe, ott is ezt a népdalcsokrot adtuk elő, és Székesfehérváron katonadalok országos fesztiválján is már ebben szerepeltünk. Nagyon jó, hogy van egy klarinét művészünk, és van egy olyan vezetőnk, aki egy igazi tanár, és egyre ember, és sokszor kisdiákként kezel bennünket, de ez a mi nekünk a örömünkre, és azt hiszem, hogy a javunkra szolgál. Hát én nagyon szeretném, hogy ez még sokáig így legyen, és úgyhogy én tagja vagyok a Városi Klubnak is, és úgyhogy szeretek énekelni, szavolni, verset mondani és verset írni. Jó dolog az, hogy a városban a nyugdíjas klubok ilyen összetartóak, hogy közös programokat is szerveznek, tehát nem csak külön-külön? Jó, nagyon jó, és hát körülbelül valami 36-an vagyunk, aki mind a két klubnak tagja, a városinak is, a Honvéd Bajtársi Klubnak is,
és hát a közös rendezvényeink, meg általában részt veszünk. Nagy várakozással készültek a lakóink. Úgy kezdtünk hozzá tulajdonképpen a műsor összeállításához, hogy leültünk a lakókkal, azokkal a lakóinkkal, akik egyébként, hát ugye a magját adják az intézménynek. Velük leültünk, és közösen megbeszéltük, hogy mik lennének azok a műsorszámok, amiket így szívesen előadnának. Miután mindenképpen szerettünk volna olyan lakókat is megmozgatni és megszólítani, akik ugye kevésbé tudnak mozogni, lásd kerekesszékes lakót is hoztunk magunkkal, ezért fontos volt számunkra, hogy olyan legyen a műsor összeállítása, amiben őket is tudjuk szerepeltetni. Nagyon-nagyon örültek, és ötleteikkel gazdagították a műsorszámokat. Amikor aztán közösen így megbeszéltük, hogy mik legyenek azok a műsorszámok, amiket szívesen előadnánk, akkor közösen összeállítottuk tulajdonképpen a műsort. Az idősek hete, az mennyiben pozitív, mennyire jó, hogy van egy ilyen itt a városban? Nagyon-nagyon jó dolognak tartom, bár az az igazság, hogy nálunk mindig idősek hete van. Az intézményben igyekszünk minél több programmal színesíteni a napjait a lakóinknak, de nyilván egy ilyen nagy városi megmozdulás azért minket is még inkább megmozdít, illetve inkább azt mondom, hogy kimozdít minket az intézményből. Nagyon sok lakóval készülünk, ugye ma egyrészt a műsorra, aztán a különböző programokra fogunk eljönni. Zümmögve száll a négyek, ezek se centiméterek, mégse fárad el, még nézek cipel. Fészek rakó, vörös bedek, saját naluktól ébredek. Az idén fennállásának 250. évfordulóját ünneplő Eötvös József gimnázium 15 évvel ezelőtt az elsők között csatlakozott az Arany János tehetséggondozó programhoz. A jubileumnak és a tatai program sikerességének köszönhetően az idei évben a gimnázium lehet házigazdája az országos tanévnyitó konferenciának.
Nagy örömünkre szolgált, hogy amikor országosan beindult ez a tehetséggondozó program, akkor az Ötvös Gimnázium is szóba került, mint a Komárom-Esztergom megye jó gimnáziuma. Az első évben még csak megfigyelő tagként, de a program második évében már a gimnázium is csatlakozhatott, és nekünk ez a 15. tanévünk ebben a programban. Úgyhogy 15. éve az Arany János programnak, 250. éve a gimnáziumnak, és a jubileumi rendezvényeinkhez csatlakozva ért bennünket most az a megtiszteltetés, hogy mi rendezhetjük meg ezt a megnyitó konferenciát. A jelentősége az, hogy így még inkább részt vehetünk a tehetséggondozásnak abban a formájában, ami hátránykompenzációt is jelent. Szociokulturális hátránnyal érkező diákokat tudunk eljuttatni nem csak a sikeres érettségig, hanem nagyon sok esetben a felsőoktatási tanulmányaikat is megkezdik, és sikereket érnek el, és szereznek diplomát, és állják meg a helyüket a munkaerőpiacon. Sikeresnek mondható itt a gimnáziumban ez a program? Azt hiszem, igen, hiszen most már 15. éve töretlenül működik, és egy év kivételével, amikor nem indíthattuk el ezt a programot, egy év kivételével minden évben sikerül beiskolázni tehetséges fiatalokat. Úgy kezdődött a program, hogy a felsőoktatási intézményben kevés, kis településről érkező, tehetséges, hátrányos helyzetű gyermek vagy fiatal van, ezért kell egy olyan program a felsőoktatás alatt, a középiskola, ahol ezekkel fiatalokkal foglalkozunk. Akkor találtuk ki, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nem 4 éves, hanem 5 éves képzést indítunk. Az első év tulajdonképpen a hátránykompenzációt szolgálja, és a 4 év pedig, hogy felkészítse őket a felsőoktatási tanulmányokra, egyetemi főiskolai, de azt is mondhatom most már, hogy egy nagyon jó szakma megszerzésére. Hogy most is létjogosultsága van. Azt gondolom, hogy most is vannak hátrányos helyzetű települések Magyarországon, és vannak hátrányos helyzetű tanulók, akiknek a szülei még mindig nem járatnák őket a neves középiskolába, mert nem tudnák, vagy egyszerűen az értékrendjük nem olyan, hogy ők érettségizett vagy felsőoktatási intézményt végző fiatalt akarjanak nevelni gyermekeikből. De rá kell jönnek utána, ezt mi tapasztaljuk, hogy néha úgy érezzük, hogy a szülők vágyai teljesülnek be, hogyha ők nem tanulhattak, akkor legalább a gyermekeik tanulnak, és rendkívül örülnek, hogy egy nyelvet tudó, sok mindenhez értő és a felsőoktatási intézménybe bejutó gyermeket kapnak vissza. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát, az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszek az álmomban egy életen áll. Magyarország, te vagy a lelkemre bírva, Magyarország, te vagy az évembe írva, Magyarország, ha te vezess most engem, s amit meg kell tennem, segíts. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Gyere és egyszer végre, amikor új nap ébred, te várj. Gyere és bújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak.
egy régóta futó tehetséggondozó program, és az a célja, hogy azoknak a gyerekeknek, azoknak az iskolásoknak lehetőséget biztosítson a tanuláshoz, tudáshoz és a kollégiumi ellátás kereteiben egy olyan komplex neveléshez való hozzáférésben, akik számára ez a családi háttér, vagy az a térség, ahol él, annak az egyéb körülményei miatt lehetetlen. Így ez az Arany János Tehetséggondozó Program kifejezetten a kollégiumi ellátással együtt éri el azt a hatását, és ha már itt vagyunk az Ötvös Gimnáziumban Tatán, akkor ez a negyedévezredes múltú iskola az elsők között csatlakozott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, és itt a megyéből is, Bakonyaljáról, vagy a kisebb településekről nagyon sok pici faluból, nehéz családi körülmények közül való tehetséges gyerekek felkarolását tudta elvégezni, és lett ezekből a gyerekekből művész, kiváló pedagógus, vagy kiváló műszaki szakember, de az kellett hozzá, hogy legyen egy olyan környezet, legyen egy olyan program, legyen egy olyan tanári mentorálás, aki kizökkenti, és aki felkelti még inkább az érdeklődését, és a felismert tehetség mellett dolgozva együtt értékel ezt az eredményt. Azt mondom, hogy sokféle tehetséggondozó program van, hiszen a Nemzeti Tehetségprogram keretein belül jelenleg is több hasonló fiatal tudósok, vagy műszaki, vagy humán területeken tehetséges gyerekeknek a felkarolására van lehetőség. Több olyan országos tanulmányi verseny is van, ahol tényleg valóban a tehetség és a teljesítmény számít. A Nemzeti Tehetségprogram egy ilyen, és az elmúlt évhez viszonyítva dupla költségvetési kerettel működő támogatórendszer, de nyilván partnerünk sok tudományos szervezet, hiszen vannak olyan programok, az innovatív fiatal tudósok versenye, amelynek a napokban volt az eredményhirdetése, ahol az Innovációs Szövetség állt a program mögé, és a műszaki tudományokban, vagy a természettudományokban különösen tehetséges fiataloknak az egyéni pályáját igazgatja, és eljuttatja őket nemzetközi európai versenyekre vagy megmérettetésekre, vagy nálunk is van még a Bolyai Tehetségkutató vagy Bolyai verseny is, ami mind-mind azt mutatja, hogy a tehetség felkarolása, a bennük lévő erőforrásoknak a támogatása az mindnyájunk javát szolgálja, és mindnyájunknak szüksége van rá. Tánc. Szürke fellegek lógnak az égen, a nap sem süt úgy, mint régen. Zúzmara roppan lépteim nyomán, ismét ősz lett, túl korán. Az öreg fák ismét bálba mennek, zöld ruháik feledésbe vesznek. Ezer színűt öltenek most helyette, harsánya a tündöklőt, a nyarat feledve. Indul a tánc, ropja az erdő, partner a szél, a vad szerető. A villámoktól meg nem retten, ha Zeus ostora csetten. Magával ránt összeroppant a hév. A napok rohannak, elfut egy újabb év. Hajnalban a fák pucértestüket köddel takarják. A szelek elvonulnak, te ugye maradnál? Egyrészt elismerés ennek a patinás gimnáziumnak, amely kerek évszázados, több évszázados születésnapját fogja ülni ebben az esztendőben. Másrészt elismerés azoknak a gyöngyhalászoknak, akik itt a szegényebb sorsú tehetségeknek a kiválogatásával, fölkészítésével, a talentumaikkal való megismertetésével foglalkoznak, hiszen ez egy lehetőség arra is, hogy ne csak a közösséghez, az államhoz való kötődésnek ne csak az anyagi vonalát véljék fölfedezni és megismerni ezek a tehetséges diákok, hanem egy érzelmi kötődés is kialakuljon. Mert hogy a közösséghez való tartozás az mindig anyagi és érzelmi kötődéseknek az összessége. És az a baj, hogy sok esetben a jó anyagi helyzetben lévő fiatalok lehetnek bár tehetségesek is, kevésbé kötődnek érzelmileg a közösségükhöz és magához, az országhoz, a nemzethez, és hamarabb
hagyják el az országot, akár szerencsét próbálni, akár véglegesen. Márpedig a közszolgáltatások működőképessége szempontjából nagyon fontos, hogy legyenek a nemzet iránt elkötelezett, tehetséges és fölkészült fiatalok, akik be tudnak állni akár az egészségügybe, be tudnak állni az oktatásba, vagy akár a közszolgáltatások területén tudnak mérnökként dolgozni és szolgálatot teljesíteni. És ez a program talán, mivel személyiségfejlesztés és önismeret, saját élményű csoportokban való részvétel lehetőségét is magában hordozza, lehetőséget biztosít arra, hogy karakánabb önmagukkal, képességeikkel, hiányosságaikkal is többé-kevésbé tisztában levő, és a közösség iránt elkötelezett, érzelmileg is elkötelezett, mondjuk azt, hogy közszolgákkal gyarapodjon az ország. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Rettentő sok emlék kavarok most bennem, hiszen én is ebbe az iskolába jártam. Egy olyan általános iskolából jöttem, a Vasszari iskolából, ahol 34-en voltunk az osztályban. Mind hajtottunk azért, hogy ebbe az iskolába járhassunk. Ötvösbe járni, presztízs. 30-an nyertünk felvételt. Emlékszem az első napra, amikor beléptem ide. Megkaptuk a pakkot, megkaptuk a tanárokat, és minden szakos tanár egyszerre jött be hozzánk, és bemutatkozott, és a csoportbontásnak megfelelően vitte el a gyermekeket. Emlékszem, hogy az én osztályom másik felét Kellel Gyurka bácsi tanította, és azzal bocsátott mindannyiunkat útra, hogy navigálj, ne cessze ezt. Hajózni muszáj. Hajózzatok jól ez alatt az idő alatt. Sokszor eszembe jut ez a mondat. Nagyon hasznos volt az életünkben. 39-en jártunk az A-osztályban, 39-en lettünk diplomások. Mindegyik osztálytársam büszke arra, hogy ide járt. Büszke ennek az intézménynek a szellemiségére, és mind arra, amit ez az intézmény adott nekünk. Ötvös József, én is szeretném. Én is szeretném nyájasabb dalokban üdvözleni a szép természetet. Ábrándaimnak fényes csillagokban s bimbók között keresni képeket. Én is szeretnék kedvesem szeméről enyelgve s busongva dallani. S nyájas arcáról, jéghideg szívéről érzékenyen sok szépet mondani. Én is szeretném lángoló szavakkal dicsérni ősztokajnak tűzborát, szabály szerint kimért zengősorokban megénekelni a magyar hazát. De engem fölver nyájas képzetimből komoly valónak súlyos érckara. Fajon keserve hangzik énekimből, dalom nehéz koronnak jajszava. Mit ezrek némán tűrve érezének, eltölti égő kínnal lelkemet. Miért bámulod, ha nem vidám az ének, s öröm helyett csak bút ébresztetett? Míg gyávakor borul hazám fölébe, szebb emlékivel nem gúnyolom. Míg égő könyv ragyog ezrek szemébe, szelíd örömről nem mesél dalom. Miként az eolhárfa viharokban feljajdul a magas tetők felett, úgy zeng a dalnok búsdalt búsnapokban, kivárna tőle nyájas éneket. Ha éj víz borítja látkörünket, villámokért sóhajt a tévedő. Ha régi bánat kínozzá szívünket, nem könnyeket kére a szenvedő. S ilyen legyen dalom, egy villám fénye, egy könyv kimondva ezrek kínjait, kit nem hevít korának érzeménye, szakítsa kettél antya húrjait. Arany János, domokos napra. Midőn szüleid, és mind akik szeretünk, nyájas köszöntéssel te hozzád sietünk. Midőn kedvedért a bár hiányos család, vígan ülte körül innepi asztalát. Kedves fiú, hát én mit adjak most neked? Egy édes csemegét,
hízelgő éneket? Nem, azt én nem adok. Te sem várod, hiszem. Gaz, ki múzsáknak hamis tömjént viszen. Szégyen a lantra, mely költött érdem által, meggyaláztatni és gyalázni nem által. Minél édesbb, annál émelygősbb csemege. Annál undorítóbb, minél szebb éneke. Zengjem érdemeid, ó, azok lehetnek, állasz még küszöbén ifjú életednek. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyán tarat. Áldjad a jó Isten, ki megállt a téged, adván őreidő szerető szüléket. Adván eszközöket elhárítni pályád, annyi más futónak nehéz akadályát. Áldjad Istent, ha nem óvakodj, amivel ő álda meg, saját érdemű róni fel. Nemes önbizalom, de ne az önhítség rugói, lelkedet nagy célra feszítsék. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Serdülj, kedves ifjú, poharon cseng érted. Légy ember, ha majdan azt az időt éred. Szeressed hazádat, ó, a honszerelem most lehet őszinte, igaz, önzéstelen. Ne is tőle kívánd, amit ő nem adhat. Magadban keresed az édes jutalmat. Csillagi nem lesznek fényes díszjelei, keresztje elég van, de maga viseli. Vesd számot erőddel, s legjavát, melyet leghasznosbbnak ítélsz, hazádnak szenteljed. Vagyon sok szüksége, sok fogyatkozása, bárhol állj, csak tőled előmenetét lássa. Serdülj, kedves ifjú, habzó kelyhem dagad, a haza igényel munkás, hű fiakat. S ha talán az érzés tengeréhez jutva néked a szelíd land tisztessége jutna, has, buzdíts, egyesíts, hogy osztály ne légyen köztünk, hol magyar szó, honfi érzet szégyen. Virág a költészet, egy népirodalma, de ha nem virágzik, nem is terem a fa. Ha pedig a tettús férfikor elhíván, a landtól komolyabb munkásságot kíván. Ne feledd, mi így gyönge am a virágbokra, van szüksége közös, ápoló karokra. Serdülj, kedves ifjú, még egyszer a kelyhet! Nőj eléggé nagyra, betölteni helyed.